Első nap. Megkezdem az SN-t. Nem könnyű, a saját anyucím hirdette ki, hogy írjunk naplót. De mit írjak? Most már nem csak Tibor bácsi a testvérem, hanem mindannyian. Beírom a naplóba, hogy megalakultunk. 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 Megalakultunk! Kedves naplóm! Idén elhanyagoltalak. Hívtak szilveszterezni Rozsas Tiborék. Talán megyek is. Ők az elmúlt időszak legjobb fejleménye. A nyolcak. Öt férfi, három nő. Gyermekkoruktól barátok. Állítólag a forradalom után szerveztek táborozást kisrácoknak, mert nem volt elég kaja a városban. Kedves Vica, csak pár sor tudok. A javítóba vagyok, olyan, mint a börtön. Sokat gondolok rátok. Olyan vagy, mint egy szitakötő. Vigyázz, meg még a végén a fejedre szállok. Még egy gyűrű? Igen. Ja, és nem cikim, ne hülyéskedj, hát névházassághoz csak névgyűrű kell. Pontosan. De. Nézd csak, Snecikém, mi lett a gyűrűbből, amit tőled kaptam? Mit csináltál vele? Semmit. Az idő vasfoga. A naplóba a titkokat is beírjuk. A Pepita naplócskára vigyázzál. Itt elkobolzzák és elolvassák. Drága arany barátaim, nézzétek el nekem, hogy az évi rendes közöst kihagytam. Tudjátok, hogy mostanában összeomlott minden. Pártbizottsági futárral átküldöm ezt a levelet, amelyet Nagy Károly, Lece neve Kobra írt Rozsas Tibor elvtársnak. Szerinted előfordulhat, hogy mi nálunk a szocializmusnak egyszer csak vége lesz, mint a botnak? A mi életünkben biztos. Nem tudom, lesz nekem még nehezebb idők, mint a börtön, a vállóper. Én vagyok az a nő, van is szerint kurva, sokat próbáltam megérdésíteni. Leglasszabb, hogy Vicával és Bacsival rövid súlyos betegségével. Nehéz elmagyarázni, mi van két ember között, és nyolc ember között ilyen hosszú idő után. Már csinálhatunk egymással bármit, a barátság túléli, összetartozunk. Minden nemzedék megtalálja a maga szimbólumait. A miénk miért ne lehetne a szitakötő? A szitakötők szárnyáról mintázták a tündérekét. Szálljanak szépen az olvasókhoz.